Az áprilisban érkező Jedi Survivor játékmenetet bemutató előzetesében felbukkant egy antagonisztikus figura, akivel kapcsolatban a rajongók egyből spekulálni kezdtek. A jelek afelé mutattak, hogy a fickó a Gendai fajba tartozik, csak úgy, mint a 2003-as Gendi Tartakovsky féle klónok háborúja sorozat kedvelt karaktere, Dörge. Egy az amerikai IGN-nek adott interjúban Dori Arazi, a Response Cinematic direktora és Danny Homan, a játék vezető írója tegnap ezt meg is erősítették. Ugyan Dörzs nemrég a Kánon idővonalán is debütált, a játékban nem ő, hanem egy új, eredeti karakter szerepel, aki a Ravis nevet viseli. A Gendai faj igencsak egyedi karakterisztikákkal bír, kis túlzással gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Ők egy intergalaktikus nomád faj, akiket szinte lehetetlen megölni, és több ezer évig is élhetnek. Azért folytatnak nomád életmódot, mert békés szülőbújgójukat több száz évvel korábban feldulták és elpusztították. Mivel nem volt hova hazatérniük, a túlélő gendályok legtöbbje fejvadászatra adta a fejét. Biológiai szempontból talán az egyik legfigyelemreméltóbb velük kapcsolatban az, hogy testüket teljes egészében regenerálódó csápok óriási tömege alkotja. Vastag páncéjuk ezáltal elsődlegesen nem is saját védelmüket, hanem testük egyben tartását szolgálja. Arazi úgy nyilatkozott róluk, ami a gendájokat olyan érdekessé teszi, legalábbis az én véleményem szerint az az, hogy a saját fejükben és a saját világukban nagyon lovagiasak. Van egy kódexük, amihez ragaszkodnak. Ez egyfajta olyan becsületkódex, ami meghatározza a viselkedésüket. Ez köti őket a történelmükhöz és ahhoz, ami a népükből megmaradt. Szóval Révisz nem csak egy hetes számú kemény legény, aki képes leszámolni egy egész hadsereggel. Hosszú múltja van, rengeteg történelmet látott, és ezer éves is meglehetsz. Látta a birodalmak felemelkedését és bukását, látta a Jedik felemelkedését és bukását, látta magának a birodalomnak a felemelkedését is. Szóval rengeteg tragikus története van, és sok mélység rejlik benne, amit megpróbálunk feltárni. Homan szerint kelés és Révis ellentétét azt teszi még érdekesebbé, hogy mindketten egy olyan közösségből származnak, amit nagyrészt eltöröltek a galaxis színéről. Kapcsolatukat a olyan kölcsönös tisztelet jellemzi, lévén egy harcos megismer egy másik harcost, még ha más közegből érkezik is. Hozzátette, szerinte a gendályok amolyan vámpírszerű bizonyossággal rendelkeznek arról, mi a saját helyük a térben és az időben. Rengeteg korszakot megéltek, így tudják, hová tartoznak, mik a céljaik, és az egyfajta megingathatatlan magabiztossággal vértezi fel őket. Zárásként a vezető író azt is hozzátette, mindannyian a saját történetünk hősei vagyunk, révis is a saját történetének hőse. Nem tartja magát rossz fiúnak, ő egy nemes lovag a saját világában. Ez megsüvegelendő dolog egy olyan korban, amikor az emberek bizonytalanok a következő napot illetően, nem is beszélve a következő évről. Ő valahogy mindennek ellenére magabiztosan és büszkén sétál át ezen a világon, ebben pedig van valami igazán misztikus. Ezen felül azt is megtudhattuk, Révis a Bedlam Raiders nevű bűnszervezetet, vagy ilyen bűnöző csapatot vezeti, amelyel Kell a játékmenetekben is megküzdött. Valószínűleg hozzájuk tartoznak azok az átalakított harci is, amelyeket az előzetesekben, illetve a nemrég kiadott 9 perces játékmenet videóban láthattunk.